Műsorunk együttműködő partnere az Íveld. Hegesztésben a csúcson. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Nekem sikerült az élet. Egy Trabant 601-es volánja mögött vagyok. Hajtós Peti barátom odaadja a kis Trabantját. Áramtalanító, indítás. És megjött a rendetterem, tettem, hiszen az alsó zsolcai szlalomversenyen vagyunk, úgyhogy mehetek egy picit a kis Trabanttal, ami zseniálisan meg van építve. Nézzük, hogy mire képes. Már megjön az adrenalin. Átalakított kis kormányoszlop, és visszarakjuk egyesbe. Nem könnyű a kormánya, hiszen szliggumik vannak rajta. És egy, kettő, ballal egy picit megsimítjuk, hogy milyen. Három, négy. Most kapaszkodik az operatőr, mert meghúzzuk a kézlifféket. És gyorsulunk vele, mert erről szól a slalom verseny. Féktávot veszünk. És visszahúzzuk egybe. Gyerekek, ez akkora királyság, amekkora királyság lesz a mostani kis adásunk. Alsó Zsolca, negyedszer! Annácska szívem, most már egyre durvábbak az időeredmények. Hallom, mentetek egy abszolútat is, és most felvetted a kis titkárnő szemüvegedet, édes vagy. Köszönöm. Édesapád segédletével becsücsent a jobb egybe, és lett egy abszolút idő, tehát az autó tudja, van új abroncs is. Van. De most már azt lehet látni, hogy minden egyes megtett méter tényleg építő jellegű, ugye erről beszélgettünk. Igen. És most már kezd megjönni az az adrenalin bomba, ami a lényeg az egésznek. Igen, hát most már, hogy bejött mellém a park, nem mondom, hogy biztonságosabb, mert a Jécsi mellett is azt éreztem, hogy biztonságban vagyok, de nem tudom, valahogy apa így megnyugtat, igaz, hogy nem szólal meg, de... Megnyugtat, de nem szólal meg, arra nem, nem, nem úgy, hanem mondja, hogy itt, de nem úgy, és akkor csak nyomom, aztán megyünk. Azért egy ilyen abszolút idő mindenképp megmutatja azt, hogy kell számolni egy bölcsofőrrel is, hiszen azért a férfiak között megállni a helyét egy nőnek, főleg egy ilyenfajta sportágban nem könnyű feladat. Hát nem, igen. A lányokat nem nézik, vagy a nőket nem nézik olyan szemmel, mint a férfiakat így. De a sportágban. Pontosan ezért kell megmutatni, igen, hogy na, igen. Te nesztek, fiúk, mi meg tudjuk ezt is csinálni. Innentől kezdve, hogy ez így most már szépen alakul, és ugye a negyedik futamon vagyunk már, tehát lehet látni folyamatosan azt a fejlődést, és szerintem ezt te is érzed belülről. Ad egy, higgadtabban nyilatkozol, nem izgulsz, lett egy tök jó idő. Ennek lehet majd esetlegesen egy olyan fajta folytatása is, ami már nem csak szalonverseny. Szeretném, én szeretném, hogy legyen. És ezt apát tudja? Igen. Nem mondott még semmit rá. A verseny végén legyen meg a dobó. Ennyi, igen. Csókolom a kezed. Kis titkárnő. Ősem mai csirke, régi motoros a szakmában. És hát hála Istennek visszatért közénk így az alsó zsolcai szalomra. Egyszerűen hiányzott már a benzingőz? Hoha, nagyon. Ugye? Nagyon. Ezt tudom, hogy minden versenyre jártok, Szalki Pistával és egyetemben hadikbandiékkal bandáztok. Igen. De azért most egy ilyen 3000-es bajorra el lehet csapatni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a pálya alkalmas erre, nem? Na, teljesen neki találták ki. Ugye? Jó. Ez így teljesen hibátlan. Utcai autó, téren a bükkbe járunk, ilyenkor meg szalomozzunk. Megvan-e még a zsiguli? Meg, persze, meg. A bordó zsiguli megvan. Az folyamatosan akarjuk csinálni. Neked is lesz egy olyan űrhajód, mint Szalki Pistának? Nekem nem, nekem megmarad a régi kis űrhajó. Hát a hordozó rakétám megmarad nekem. Géza, mi az, amit tapasztalsz a mostani rali világában, illetve abban, amiben ugye kiteljesedtünk mi a 2000-es évek környékén, mert talán akkor volt a fénykora, úgyhogy nem akarok megbántani senkit. Hát én 94-ben mentem utoljára a Rally 1-be, onnantól én slalomon meg driften mentem, hát egészen más. A drift is, minden. Tehát minden elcsúszott már. Minden elcsúszott, tehát nincsenek olyan nagy haverok.
Hát azért mi megmaradtunk így Pistával veletek, tehát sok mindenki megmaradt a régiek közül. De talán pont ez az érdekes, hogy az a régi fajta mentalitás, azok a bulik, és vállaljuk el, hogy voltak bulik bőven, az összekovácsolta azt a csapatot, és az a mai napig így 20-25 év táblatából is összetartó tud maradni. Hát mindig együtt laktunk, együtt, hát ott mindig minden együtt volt. És ez minden. Nagyon fontos volt, talán ez hiányzik most, amire jó egy ilyen fajta kis megmérettetés újra összekovácsolja az embereket. Igen, igen, látok itt régieket, nagyon sokan. Ez tök jó pofa ebben szempontból. Igen. Elképzelhető, hogy valaha még rally egyes futamon rajta? Nem szeretnék. Majd a gyereket valamilyen kis szalommal elkezdjük, és akkor meglátjuk, hogy mi jön belőle. De milyen szörnyű ez, nem? Tehát ezek a szarkalábak itt, oké, te is azért vágod le rövidre a hajadat, hogy ne látszódjon, hogy fehér. Jó. Tényleg nagyon fontos, hogy most már ugye elég alkalommal vagyunk itt. Egyre inkább bandázósabb, egyre inkább jobb. A pálya is szinte most már kiforta magát, ugye most már tempósabb. Igen, már most jó. Nagyon sokat javítottak rajta a rendezők. Ez is fontos momentum, hogy tesznek bele, foglalkoznak vele, és azt látjuk tényleg, hogyha körülnézünk a depóban, hogy azért van élet is. Most sajnos a másik traumatos kollégád nincs itt helyette, van egy nagyon szép metálzöld. Az is egyébként egy szép állapotot, Rabi. De most a 4-es váltóval, ugye Szomotka megbeszéltük, hogy ez bőven elég ide. Tulajdonképpen egy kategória első helyezésnél jobbat nem lehet elképzelni. Itt az a kérdés, hogy ugye a tovább lépésnek van-e értelme, mert azt mondtad a előző interjú alkalmával, hogy nem kell, mert ez bőven kielégít. Már most gondolkodom. Már most megvan, hogy télen mit fogok csinálni. Egy homolók trabantot építeni. Még a homolóktól egy kicsit messze vagyunk, kipufogóval vannak kisebb problémái. Aztán el kell a trabinak. Ő nagyon a földön van. Aztán egy rezonátorrendszerű dolgot szeretnék megvalósítani. Viszont az más fordulatszámom üzemel. Tehát az nem biztos, hogy jó lesz a szalomra. Lehet, kipróbálom. Úgyhogy a télen gondolkoztam is benne, hogy csak a kipufogót. Valami komolyabb technikát teszünk ide az elejébe. Már most kell. Most már kell. Megjött a feeling, megjött. Igen? És mutasd a kezedben, most szállták ki a első autóban, remeg még egy kicsit. Ez a lényeg az egésznek, ez a Trabant feeling. Kell bele egy erősebb motor, és onnantól kezdve Gabi megállíthatatlan lesz. Csibesárgával. Puszít neki, mert akkor most működni fog. Na, én is megpuszilom, na. Mert szeretjük a Trabantokat. Az ilyenfajta szalomversenyen valaki kőkeményen, precízen próbálja lefűzni. Ti miért a látványt választottátok? Hát az a helyzet igazság szerint, ha jobban megnézzük, egy hátsó kerekes autóval nem úgy gondolom, hogy az időnek kell menni a stopper ellen. Próbálunk időt is menni, de én inkább a látványra megyek a nézőknek, meg ugye hát a saját magunk szórakoztatásáért is. Itt a varázsszó, hogy tulajdonképpen azért jövünk el, hogy kikapcsolódjunk egy kicsit a hétköznapokból. Elnézést. És levezessük a feszültséget, és erre egy ilyen BMW optimális teljesen. Tehát effektív most már egy Zsigulit lehet hegyezni, faragni folyamatosan, valami nyűgje baja mindig lesz. BMW, ha össze van rakva, akkor azt tudja a dolgát. Hát ez így van, igazság szerint motorilag se kell nagyon hozzányúlni, mert egy 325-es BMW ugye jóval ott van, mint egy kihegyezett Zsigulinak a lóerő. Ugye nyomatékosabb is sokkal. Itt ami probléma lehet, mint például most is volt, hogy a vízhűtőnkről lejött a sapka, de azt rögtön meg is oldottuk, megyünk tovább. Mekkora óriási probléma. Annyi volt. Kereket cserélünk, mert az fogy. A hátsó főleg. Elő a slip van, hátul pedig hagykopjon. Így van. BMW-s brigádok között van valamiféle rivalizálás? Mert azért gondolom, megnézitek az időt, te jobbat mentél, nem? De én viszont keresztbe mentem, bocsássál meg. Tehát, hogy azért ezt nehéz összerakosgatni. Hát így van, igazság szerint ugye itt a Nagy Zoli barátommal, a Tejcsivel mindig megyünk egymás ellen, de hát nem nagyon könnyű megfogni ennyi idő után, mert ugye hát ő nem 2-3 éve kezdte a szakmát, ahogy mi, de hát próbáljuk le. Márti, nagyon fontos momentum, hogy itt volt az első futamon is, itt vagy most a negyediken is. Igen. És úgy tűnik, hogy az egész szépen kinőtte magát. Egy olyan fajta baráti és családias hangulatú kis rendezvényen vagyunk, ahol mindenki jól érzi magát, és jó szájízzel megy haza. Hát ez így van. A pálya ugye most már olyan állapotban van, hogy ugye lendületből is lehet vele autózni, le lehet körzőzni szépen, vagy ha akarod, akkor szépen ortolásban elmész. Így de te van. Nem olyan fajta vagy. Nem, én csinálom. Hát ugye ezt a szlalompályát most
Juhász Pistivel együtt újítottuk fel, elvállaltam társadalmi munkaként a betonozást, az építését. Ugye ezt az ívet, ami itt van elő, ezt pár napja... És így ki is tudja adni. Így van, ezt pár napja együtt találtuk ki, hogy ez esetleg jobb is lenne, hogy megfordítjuk a rajtoltatást, és szerintem mindenkinek jobban bejön az egész pálya. Élhetőbb is, sokkal élhetőbb. Páfi Peti, alias Begyó, mindenki csak így ismeri. A jó, nem akarom megalázni Zetor Piros Zsigával, és ezt... Igazi büki hójáró. Igazi büki hójáró. Csatakont. Mennyire aranyos, mennyire szimpatikus ez a zsolcai szlalom, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen zsigával, akár hegesztett diffi van benne, akár sper, nagyon jót lehet autózni tempósan és látványosan is. Igen, vannak részei a pályának, ami teljesen tökéletes a színezéshez. A vannak színezés. Olyan hátul, ahol kicsit szűkösebb, ott egy picit el kell venni, de amúgy teljesen tökéletes, meg örüljünk, hogy van hova menni. Itt a varászó, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, hogy egy zárt pályán, legális körülmények között lehet autókázni. Egy ilyennel. Egy ilyennel, de visszakanyarodva hegesztett vagy speres? Speres. Ugye azzal egy kicsit talán könnyebb, a hegesztett és a diffivel jó megtanulni, csak ugye az, ha túltolja, azt már nem szeded össze, van megfordulás a vége. Lenne-e ennek valamiféle továbblépési lehetősége, vagy bőven kielégít ez a fajta szalomozás és csapatás? Megmondom őszintén, ez az első hétvég, hogy ilyeneken megyek, eddig csak a bükk. Csak a bükk? De akkor is lezárt pályán voltatok, és mindig is legális körülmények között betartottatok a szabályokat egyértelműen. Mindenképpen, hogy persze rendőri biztosítása, persze minden mentő, mindenhol. Aztán most igazából meg kéne már frissíteni, mert negyedik éve szolgál, úgyhogy csak ütjük. Viszont akkor legalább bírja? Igen, és akkor most voltam úgy vele, hogy akkor ezt a hétvégét még megkapja, ha kibírja, akkor utána megkapja a levíziót a térre, igen. A navigálás lehet jobb opció, vagy a kormányforgatás? Mert én például sofőrként én rettegek a jobb egyben. Én is. De legalább őszinte. Én is. Bár megmondom őszintén, Balázs az, aki mellett nem. Mindenki más mellett vannak. Nem is azt, hogy félek, csak mikor nem azt érzed, amit te csinálnál. Meg nyomnád a tűzfalat, ugye? Tehát, hogy... Úgyhogy vele így el vagyok. Egyébként amúgy a kormány az természetesen jobban vonz, de... Hol állunk most egy kategóriában, vagy tök mindegy, mert színezzük. Nem érdekes. Az idő másodlagos. Bátya, mi ebben minden benne volt. Köszönöm. Az idő másodlagos. Hülkei Réka abban a szerencsés pozícióban van, hogy navigálhat Barta Nándi mellett, de itt az alsó zsolcai szlalomon forgathatja a kormányt. Honnan jött ez az elképzelés? Nándi azt mondta, hogy na, tessék, mutasd meg, hogy mit tudsz. Így van, ez pont így történt, hogy nem is én gondoltam ki ezt az egészet, hanem ő kérdezte, hogy lenne kedvem egyet itt menni. Hát, hogy ne lett volna, így indult az egész navigátori pályafutásom is, hogy megkérdezte a tavalyi Miskolc Rally prológia után, amikor én beültem vendégnavigátorként, hogy lenne kedved navigálni? És én rögtön ennyit mondtam, hogy igen. Nekünk ennyi a történetünk igazából. Most vezettem először ezt az autót, nagyon szerettem volna nem hibákat véteni, nagyon-nagyon szerettek Nándival versenyezni, úgyhogy ő segített mindenben a pálya közben is, úgyhogy nekem ez tökéletesen elég. Persze, észre se vetett a közben, ha húzta a kézik. De hogy nem észrevettem, észrevettem, hogy csibészesen ott húzgálja, úgyhogy... Lesz ennek folytatása? Nem tudom megmondani. Nagyon szeretek navigálni mellette, és ebben is megerősített, hogy nagyon szeretek ott ülni mellett és diktálni neki. Nagyon élveztem ezt az egészet, de nem tudom, hogy rendes pályákon hogy működne ez. De én mindenképp szeretnék gratulálni, hogy ezt elvállaltad. Köszönöm szépen. És bocsánat a múltkoriba. Semmi probléma, meg lett bocsájtva. Jó, akkor köleját. Ezt remélem látja Nándi, jó a pasid? Nem. Akkor a pasidnak ütöd, hogy... Nincs pasi. Nincs pasi. Szabad préda? Barta Nándi tényleg odaadta a kormányt navigátorának, és azt gondolom, hogy a kisasszony megállja a helyét. Erős is meg ebben, hogy ügyesen kezelt az autót. Ő azt mondta, hogy igen, és hát észrevette azt, hogy folyamatosan húzod a kéziféket, hogy lassuljon. Igen, azért megosztoztunk, hogy övé a kormány, enyém a kézifék, az a biztos. Bár most egy kuplung cserével fog jönni, mert azért néha a fék helyett a kuplungra lépett, de nem baj, minden kezdet nehéz. De tényleg ügyes volt, azért hibátlanul végment, nem borított,
Nem rossz. Ügyes. Hibátlan, és nem borítottad, nem megvan. Azért mondom, jó. De jó. Nagyon érdekes, amit mondott, hogy tulajdonképpen ugye a vendégnavigátorként csücsönve melléd, igen. És szépen lassan meglett az a szimbiózis, nem vagytok egy pár az életben, ez egy fontos így momentum, úgyhogy facért megtudtuk, tehát majd így van. Megkérjük, elkérjük a telefonszámát, de azt hiszem, hogy egy ilyenfajta helyescserés támadás nagyon jót tud tenni a versenyző párosnak, és ezt értsük jól, amit mondok. Így van. Meg nekem ugye a régi időszakot, amit szoktam is mindig emlegetni, és ott volt ugye Radóné és Isák Mária. Például. És ugye ő is nagyon jól terelte az autót. Most valahogy próbálom Rékát is belevinni, hogy Amis egy nagyon csajos, hát tehát ő inkább ilyen vagáncsaj, aha. És akkor ez kell hozzá, hogy tényleg igazi vagáncsaj legyen. Úgyhogy én szerintem ők minden versenyen fog indulni. Amíg van ilyen autónk, van rá lehetőségünk, amíg bírjuk az éjszakát is szuszlálva, addig igen, addig megint, fog indulni. Megint volt egy kis tivornyázás, de ebben nem folyunk most bele, hanem beszélgessünk arról, hogy az Egerrel indomáltam utoljáról, rágógumival megtapasztottátok a hűtőt, kitámasztottátok a váltót. Tehát volt baj, hiszti rendesen, de az már elmúlt. És hát az a kérdés, hogy hogyan tovább, mert ugye most azért szűkülnek a lehetőségek. Mit láttok ti? Ugyanezt. Szűkül lehetőség, ezért minden egyes versenyen, amit én időmbe belefér, az ott kell lenni. Mint azért is vagyunk itt minden versenyen, tehát nem szabad abba hagynunk. Ahol van verseny, oda mennünk kell. Nándi. Mert nem tudjuk, meddig tart. Nándi, köszönjük szépen, gratulálunk. Én is nagyon köszönöm. És találkozunk a következő ORB futamon. Mindenki. Bízunk benne, ahol lesz, ott találkozunk. Menni kell. Megyünk egyben. Peugeot 206 az év autója volt. Volt. Valamikor. Igen. Bornyák Pisti, szozok is a ti autótokkal. Miért? Így van. Hát igazából azért, mert kicsi, könnyű és gyors. És jó, és működőképes. Nem áll meg. És a mi autónk, ugye hát magyar. Nagyon érdekes opció az, hogy egy ilyen szlalomra teljesen optimális lehet egy ilyen kis autó. Hiszen nem kell ide túlságosan sok lóerő, ide egy optimális futómű kell, jó abroncsal nem térivel. És ha ezt precízen szépen átfolyatod, akkor csúnyan oda lehet férni az első három közé. Igen, ugye mivel ez már most a negyedik Delta Hungária. Igen, minden itt voltam én is, bizonyítja az is, hogy az autó is megfelelő erre a pályára, hiszen mind a három alkalommal dobogóra kerültem. Látja. És ezekkel az abroncsokkal? És igen, ezekkel az abroncsokkal. Mi lenne a főröknál 4 slicket? Úristen! Valószínű, hogy akkor még jobb lenne az eredmény, de hát kis költségvetésből megyünk, úgyhogy... Fontos lehet egy ilyen Suzuki-nál egyébként a látványi autózás, vagy meg kell próbálni megtalálni azt az arany középutat, ami egy picit látványos, de még gyors is, és húzza az elejét. Igazából még én ismerkedem az autóval, ez nekem tavaly szeptemberben készült, azóta nem sokat tudtam vele menni, pár versenyen voltam csak, leginkább itt Zsolcán. Még tanulóba van a dolog. Pisti, gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Oda most is a célba, és legyen meg a dobogó. És félelem nélkül megyünk. Oda mond. És félelem nélkül megyünk. A jó kereklámpással ötvös csöpi után szabadon Bencs Gabi egy zsigát hajt, ami Gruppe 2-es zsiguli motoros nem űrhajó. Ez egy koncepció volt? Ez a régi 2007-2008-as historikus autóm, amelyet újjáélesztettünk 12 év után. Teljes mértékben homológ, úgy lett megépítve, hogy ez Gruppe 2, Zsiguli 1.6, gombszemű, rendes váltóval, R4-es váltó, tehát szinkronos, rendes áttétellel, így van, 4 sebességes. Mennyire alkalmas erre a szlalom pályára? Hiszen ugye a rendezők folyamatosan, ugye most már a negyedik futamon vagyunk, mindig egy picit módosítottak, javították a pálya állagán, igen. És most már van benne egy picit tempósabb rész is, amikor ki lehet használni a zsiguli előnyeit talán. Na hát ennek nincsenek ilyenjei, tehát ezt felejtsük el. Én egyedikbe berakom, és megyek vele. Most felraktunk slickek, semi-slickeket, tojókat, előtte egy ilyen 2005, kvázi 2006-os évjáratú céges autóról leszedett 14-essel mentünk. Én azt hittem, hogy olyan nagyon-nagyon messze leszünk, tehát ilyen 20-30. Helyen. Azt mondták, a harmadik vagyok, apa. Nem értettem, de örülünk neki egyébként, semmi tekergetem, 12 év után eddig navigáltam, ugye az öcsémnek, Rally 2-ben mai napig azt csinálom, de beültem most 12 év után ebbe a zsiguliba. Le is izzadtál. Szervó nélkül, régi kormánymű, úgy ahogy van, azt sem tudom, hol ülök. Szeretem egyébként, mert mikor beleülök, akkor élvezem. Tehát élvezem, az adrenalin az jön,
élményt nyújt, Cereden teszteltünk egyet, hát ott kiköptem a lelkemet, csodás volt, de valljuk be, hogy én úgy gondolom, hogy ami zsiguli, annál vannak jobb autók. Jó van, ezzel a csúnya bácsival nem kell törődni, mi szeretünk téged, kereklámpás zsiguli, úgyhogy maradj ilyen, amilyen vagy, köszönjük szépen, hogy adod nekünk ezt az élményt, a csúnya bácsival ne törődjél, majd a fia, ő majd vezetni fog téged, azaz, és távozz tőlünk, Sáncsán. Ennyi. Gépjárműveink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. A kis hangulatjelentésünk élménybeszámolunk után jöjjön a már megszokott autótesztelő rovatunk, mégpedig Kis Csabival, Fiat Mágussal. Sziasztok! Jött vele egy 500X. Na! Beszélgessünk erről akkor, mert ugye vezethettük az Abarthot hóba, volt nálunk egy kis targatetős cabrio feeling, ez meg egy nagy tesó, de semmi köze az 500-ashoz. Igen, hát igazából design elemben hasonlítanak sokban. Az L az egy egyterű modell, az X az pedig ugye a manapság divatos városi crossover, vagy terepjáró, vagy SUV, vagy ki hogy mondja. Ő 2015 óta létezik, ami ennek a modellnek most konkrétan az érdekessége, hogy ugye ez a sport felszereltség, ez nemrég jött ki, ami egy kicsit megváltoztatta a normál városi crossover stílust. Ugye a műanyag elemek helyett például fényezett lett az összes oldalelem. A lökhárító is sportosabb lett elől, hátul dupla krómozott kipufogó csövet kapott, illetve a felfüggesztés 13 mm-rel lejjebb került, amitől ez a 150 lóerős kis gépállat sokkal stabilabban megy. Ez még négy hengeres. 1332 köbcentis benzinmotor. Igen, tehát ez egy hagyományos négyhengeres turbomotor, 150 lóerővel, ami 270 Nm nyomatékra képes, és hát rendesen viszi is ezt a kb. 1300 kilós autót. Ugye 6 fokozatú dupla kumplungos automata váltó jár hozzá, ami nyilván egy kicsit visszavesz az erőből, de sajnos a károsanyag normák miatt már muszáj automata váltóval párosítani ezeket a nagyobb erős motorokat. Itt van velünk a csodaszép kék 150 lovas kis Fiat X, amit Csabi vezet, Barnos pedig helyet foglal a jobb egyben, és kérdezgeti őt menet közben. B-be be. Indulás a 150 pacival, az őszi időjárási körülmények között. Tudod, hogy mennyire félek Csabi a jobb egybe, ugye? Most visszaadod a múltkori? Igen. Köszönöm szépen! Tényleg, tehát... Na, a teljesítménye magával ragadó. Nem lehet panasz. Szerencse, hogy van rajtam maszk. De jó az ülés pozíciónk. Még akkor is, ha ültetve van a futómű, érezhető, hogy egy picit ilyen magasabb verzióban vagyunk. Átlátunk a forgalmon, átlátjuk a szituációt, ezért jobban izgulunk. Letisztult egységes műszerfal, nincs túl bonyolítva. A kijelzőt tudjuk nyomkodni, multifunkciós kormányunk van, tekergetőnk, klímánk, van töltőnk, ülésfűtésünk, és úgy az egész egy tényleg ilyen sportos, olasz dizájn. Itt már ugye széria full LED fényszórók, a navigáció, tolatóradar, 18-as alufelni, de lehet 19-est is kérni hozzá. Van benne tempomat, tehát gyakorlatilag kétzónás automata klíma, úgyhogy ami nagyon alap dolgokat kívánhat az ember, az már szériában benne van, és mindez viszonylag kellemes áron elérhető még. Számomra furcsa az, hogy tényleg ebbe a B-szegmensbe van pozícionálva, hogy ennyire föl lett tulajdonképpen pumpálva, mert az ember nem gondolná, hogy tényleg mekkora autóban csücsül. Igen, hát gyakorlatilag ebben a kategóriában egy elég különleges autóról van szó, nem jön velünk szembe minden sarkon, ezért is szeretik az emberek ezt a típust választani nálunk.
illetve hát ugye sokan a kicsi 500-asról váltanak, amikor jön egy baba, vagy... Megjön a család. Ez egy normál autó méret, tehát... Igen. Figyeljetek, ez a kocsi, ez így meggyőző. Köszönöm szépen. Én nem gondoltam volna, hogy a kis picikéből ekkora lesz, úgyhogy Csabinak köszönjük a háttérinformációkat. A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Találkozunk két hét múlva a Digisport csatornáin, természetesen akkor is lesz autótesztünk, illetve hangulatjelentésünk, élménybeszámolunk. Köszönjük, Csabi! Sziasztok!